jó legyen. Az én elképzelésem szerint azt kellene csinálni, hogy az összes magyar endurost regisztrálni, kapnál egy kártyát, befizetnél éves szinten 1000 forintot, üzemeltetnénk egy weboldalt. A weboldalon nyilván lenne tartva a területek, ahol engedélyezett motorozni, a gazdák, a földtulajdonosok, az állam, Natura 2000 bejegyezné, hogy hol lehet. Nem az, hogy hol nem, hol lehet. És ha te oda elmész motorozni, akkor automatikusan bejelentkezel a weboldalra, a kártyádon lévő adonosítót beírod, befizetsz egy 1000 forintot, jelképes 1000 forintot, arra az egy alkalomra. Ebből jól jár az erdészet, tudja, hogy ki van a pályán, kap egy bevételt, és maga a személy, aki megy motorozni, részesül egy oktatásban, miszerint ő maga egy ellenőr az erdőben. Vagyis azért dolgozik, hogy az erdőben, amikor közlekedsz, azok a szabályok, amiket elmondtam, be legyenek tartva. Normálisan közlekedsz, nem túrod szét a környezetedet, nem hangoskodsz, nem kergeted az állatokat, találkozol egy másik személyen, akkor tiszteled legyen az lovas, biciklis, bárki. Vagyis azonosítva vagy, bejelentkezel az adott területre, akár be is lehetne jegyezni azt, hogy kvóták vannak minden egyes területre, tegyük föl max 20 motoros per terület, és hogyha a 20. ember bejelentkezett, beregisztrálta magát, akkor már 21-et figyelmezteti, hogy ne gyere, mert tele van. Ha, ne adja Isten, találkozol a területen egy olyan motorossal, aki nem tud a szabályrendszerről, figyelmezteted, vagyis ingyen dolgozol az erdészetnek, a gazdának, figyelmezteted, elmondod neki a szabályrendszert, vagyis dolgozol magadnak meg a rendszernek, bejelented, hogy egy ilyen történt, a kollégának fölveszed az adatait, és regisztráljátok egy kártyával. Ha második, harmadik alkalommal megbukik, akkor tudjuk, hogy ez egy remitens személy, aki kárt akar okozni, akkor el kell kapni, és akkor el is kaphatod. Megfogod, kihívod a szerveket, azt lodj, büntessék meg. De viszont elmondom újra, jogunk van a élethez, jogunk van az erdőre, jogunk van mindenre. Gyerekek, azért nem egy normális dolog, hogy Isten ad nekünk valamit, ugye? Legyen az olaj a föld alatt, legyen az egy gyönyörű szép erdő, mert ugye most még senki nem értékel itt az erdő, a legnagyobb kincs a világon. És egy pár ember azt ő magának, az az enyém, az senki nem mehet, mert kinyírnak, kurva anyát, kiraknak szöges drótokat, stb. Nem, gyerekek, ez közös. Ja, hogy neki haszna van belőle? Oké, hasznosítsd. Vágd ki a fát, termeld utána, de ne tilts ki onnan senkit. Akkor tilts ki mi? Akkor tilts ki az állatokat is, nem? Ja, hogy te csak a hasznot akarod, mi? Na, te erről beszélek. Mindenhez alapvetően jogunk van. Ez a lényeg. És adjunk, ne csak elvegyünk. Vagyis én azt javaslom, hogy legyen egy weboldal, legyen egy szabályrendszer, regisztráljuk az összes motorost, ha a területre mész, beregisztrálod magadat, dolgozol az erdészetnek, dolgozol a szabályrendszernek, jót motorozol, jól érzed magadat, felügyelsz, és élvezed a természet által adott kincset. Gyerekek, le kell ülni a fa mellé, időnként lekapcsolod a motort, elhalkulsz, úgyhogy a zsírterápia, és összerezegsz a fákkal. Azt szoktam mondani barátokkal, üljünk le 4-5-en a fa mellé, rezegjünk össze a fákkal, az a szabály, 5 percig senki nem szólhat semmit, nincs röhicskélés, nincs hiszti, csönd van, nincs szigi, semmi, 5 percig csönd, rezeg össze a fákkal. Tisztelni kell a környezetünket, szeresd a fát, a bokrot, a fák beszélnek, gyerekek, a fák beszélnek, mindenkit szeretnek. Higgyétek el, ha összetudsz rezegni egy fával, te leszel a legboldogabb ember a világon. Hidd el nekem. Utána nem akarsz majd vadakat kergetni, rombolni a környezetedet. Úgyhogy gyerekek, ZsírTV szívből beszélt, értsetek meg mi a hiszti, tiszteljük az erdészeket, tiszteljük a tersőt, erdőtulajdonosokat, működjünk együtt a szervekkel, akik ugye nekünk MAPS, Magyar Autó Motorsport Szövetség, nekünk dolgoznak, azért figyeljük be a tagdíjat, azért kapják az államtól a pénzt, hogy minket képviseljenek, nekünk dolgoznak ők. Nem mi, nekik, ő, nekünk.
Ezek az emberek sokat tesznek azért, hogy nekünk jobb legyen. Zsír tévé.